Hölgyeim, hölgyeim, hölgyeim és uraim! Üdvözlünk mindenkit a kommentek sorozatban! Mai vendégünk Balázs, akinek van egy egészen jó tévés hangja. Tévedés, haha. -ha. Szeretnék üdvözlődni mindenkit a kommentek sorozat felélesztett verziójában. Több energia, több lélek, több minden egy teljesen új formátumban. Ebben a formátumban, amit most csinálni fogunk, igazából egyelőre egyedül vagyok, majd meglátjuk, hogy ez hogyan működik egy személyben, aztán lehet, hogy bevonunk majd másokat is ebbe a mókába. Azonban az ötlet a következő. Rövidebb, egyszerűen emészhető, egyszerűen feldolgozható videókat fogok most gyártani ebből a kommentek sorozatban, ami nekem nem tart olyan sokáig elkészíteni, ami azt jelenti, hogy van időm rá, azaz kaptok tartalmat, aminek te remélhetőleg tetszeni fog. Ez a reménysége az új kommentek villám sorozatnak, villám kommentek. Meglátjuk, mi lesz a címe. Viszont nem is akarom tovább húzni az időt, kijöttem így oldalra, hogy itt legyen hely a kommentnek, és 3, 2, 1. Há, szarok a YouTube reklámokra mostantól, mivel YouTube Premium felhasznál vagyok, persze ingyen egy kis trükkkel, így reklámmentesen nézhetem a videóid. <hállt> Heregere, gratulálok! Sikeresen elintézted, hogy amellett, hogy gyakorlatilag ez illegális, amit csinálsz, még azt is elintézted, hogy nézd a videóimat, és én ebből egy forintot nem fogok látni, mint YouTube revenue, mivel nem jelennek meg reklámokat a kijelződön. Király, ez a legjobb fajta komment, amit kaphatok. Yes! Micsoda? <laughs> Második kommentünk hárontól jön, aki azt írja, hogy milyen árban van. Srácok, nem tudom, tudtátok-e? Van egy nagyon érdekes um, szoftver. Az interneten lehet egyébként megtalálni, és nagyjából majdnem minden terméknek meg tudja mondani a nevét. Annyi egyébként a dolgot, akik beírjátok a keresősávba az adott termék. A kis DieVoom TV hangszóróval kapcsolatban három nagyon különleges kommentet szedtem itt össze. Az egyik Daniel-től, amikor azt kérdezi, hogy a hangszóró hangos-e. mi számít hangosnak Danikám? Tehát, hogy ez egy 6 wattos hangszóró, hangos annyira, mennyire egy 6 wattos hangszóró szólni szokott. Hangosabb, mint egy JBL Boombox Balázs. Ez a 8x8 cm-es kis tévéformájú hangszóró. Jó kérdés, nem próbáltam. A másik a kommentünk ez alatt a videó alatt, pedig Dudu Norbitól érkezett az egyik kérdés, hogy melyiket vegyem pontos jével, a másik pedig, hogy van rajta évresztő. Dudu, kérlek, árul de nekem kibántott, és mi a probléma? Hát, ha tudunk segíteni. Úristen, azt hiszem, hogy tévedtem. Igazából négy komment van a dive videó alatt, amit kiemeltem. Az utolsó, amit majdnem elfelejtettem, Árpádé, amiben megtudhatjuk, hogy szegény srác igazából havi 10 ezer él meg. Őszinte leszek, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan, mert szeretném eltanulni ezt a szokását. tudjátok, hogy mennyi pénzt tudnék megsporolni, hogyha havi 10.000 forintot költel, csak én tök szintén rígykedek most a gyerek. Na de ezeket a tragikus eseményeket a dive videóval kapcsolatban felejtsük is el, és nézzünk valami igazán felvidító hangulatú dolgot, mint például Cségó Top 10 szögletes zárójel Hunnak a kommentjét. Hoppá! <laughs> Azt olvastam a kába hogy kávé. <laughs> Néha irigykedem emberekre, hogy ennyire könnyű szórakozást találnak maguknak. Egyszerűen lenyűgöző. Következő kommentünket Jónás Marcel írta az iPhone 10 kicsomagoló videó alá. Milyen fitting, hogy én pont az iPhone 10-nek a képernyőjéről olvasom ezt a kommentet. <laughs> Ezért tudják eladni ezt a szart retek drágán. Mindenki új isteníti, fogdossa, mintha egyenesen Jézus adta volna nekik. Valamit raknak bele, amitől behalózik mindenki. Tudod, Marcel, az igazság a következő. Ez egy kifejezetten ritka dolog, amit megtörtént egyébként, de én őszintén ezt nagyon-nagyon szeretem. Az, amikor valaki annyira kiakad azon, hogy X embernek tetszik X dolog, hogy ő neki muszáj kiemelnie az indulatát és az ingerőtségét és a gusztusát, ugye a gusztustan hozzáállás az egészhez az azzal, hogy ezért tudják eladni ezt a szart reteg drágán. Tehát, hogy muszáj kimondani, hogy ez egy kalap szar, és mégis reteg drága. Még csak véletlenül sem lehet, hogy azért drága, mert, mert amúgy jó és csak neked nem tetszik, kedves Marcel akinek egy cica a profi. Körülbelül másfél éve csináltam egy videót a blitzbox egy kisebb töltős kütyügyeiről, amiben volt egy vezeték nélkül töltő, egy külső aksi, és alá valamiért ide kommentelte Ádám azt, hogy nekem 20.000 milliamperes aksin van, sorry, de nem tudom, hogyan kell írni. Az egyetlen kérdésem, hogy ha nem tudod, hogy hogy kell leírni, akkor miért osztottad meg velünk ezt az amúgy kimondhatatlanul jellegtelen információt. Menjünk a következőre. A Galaxy j 3 2017-nek a bemutató videójában, ami egyébként egy olyan különleges videó, és az az a legelső és nagyon sokáig az egyetlen Samsung bemutató a csatornában, Alá érkezett technika és gameplay kommentje, viszont a J5 egy jobb telefon. Na most szeretnék titeket bevinni a dologba, mert rávilágított a srácunk egy nagyon-nagyon fontos dologra, amit nem biztos, hogy tudtak. Szóval elsőre teljesen véletlenszerűnek tűnhet a telefon elnevezése, azonban Hogyha, hogyha, sokat gondolkodok rajta, akkor van benne egy logika. Tehát, hogyha belegondoltok, a J3-nál jobb a J5. Ez tök olyan, mintha azért lenne ez, mert hogy ez egy magasabb szám. És ez pontosan így van. Tehát, ha megnézzük, akkor a J5-nél pedig jobb a J7. És egyszerűen megőr. Amikor ez kiderül, túlságosan hosszan elhúztam ezt a hülyeséget. A Redmi Note 5 versus Redmi Note 4 összehasonlító videóm alatt van egy olyan komment, hogy azt írja egy srác, hogy Nekem 40 kötőjel, 60 FPS a PUBG, mondjuk nekem 220 mérföld per órás az internetem. Az jó gyors. Úristen, az 350 km per óra? Hát az nagyon gyors internet, barátom. Ez neked nem gamer? Akkor mi? Az én gépemben nincsenek ilyen dolgok. Ez egyszerűen fantasztikus. Én értem, hogy a te géped lehet, hogy rosszabb, mint ez a gép, de ez a gép nem játékra van kitalálva. Ezért nem. A gamer gép. Srácok. Oh, nem hiszem el. Megvan az esélye annak, hogy van egy régi Gamer laptop, aminél egy Macbook jobban futtatja a játékokat. Ugyanakkor, hogyha megnézed a Macbooknak az árát, és ugyanabban az árban venni egy Gamer laptopot, az a Gamer laptop sokkal jobban fogja futtatni a játékokat. Mert az arra van kitalálva. Cserébe a MacBooknak jobb lesz a kijelzője, a hangszorolja, a a billentyűzete, az üzemideje, a felépítése, a vékonysága és az I.O. sebessége. Palik 5674 megsértette a lelkemet kb. 15 méter mélyen, amikor azt írta, hogy de szar zenei ízlésed van. Tök őszinte ezek, nem tudom, hogy ebben a videóban pontosan milyen, uh, milyen zenék szólhattak. Szóval engedelmetekkel, én, uh, én erre most rákeresek. Hát ez volt egy, volt egy Battlefield 1 vs. Infinite Warfare rap battle, amit teszteltem hangteszben illetve Áron csupát teszteltem még. Ennyi, ez a kettő volt. Mi az, hogy rossz a zene ízlésem? Az egyik egy játék rap, a másik pedig egy nagyon népszerű popzene. Ó, én kérek elnézést, hogy nem a legelvontabb lószar metal bandától játszottam be egy, egy halálhörgést. Én kérek elnézést. Visszatértünk a Dive Home hangszoróhoz, mint hogyha kötelező lenne. Szóval Bécsi azt írja, hogy nem értem ezt a gyereket. Ennyire leszarni a nézői véleményét egyre jobban úgy érzem, hogy csak magadért csinálod ezt a sok termékbemutatót. Általában az én személyes véleményemet próbálták meg felülírni azzal, hogy márpedig ez nem jó. Hogyha én azt mondom, hogy én szeretem ezt a telefont, akkor ha te azt írod a kommentbe, hogy de az a telefon rossz, nem érdekel. Radis Robi kérdezi, hogy tudtad, hogy létezik olyan telefon, hogy Ligu? Most már tudtam, kedves Robi. Nem akartam tudni, de most már tudom. Hallod, ez a Miki gyerek szakában nagyon kemény. A Miki nevében is köszönöm. Teszteld le a Huawei Y5, Y6 és Y7 2018-at. Hallod, Edina? Teszteld le te! Dusi megpróbál rejtett üzeneteket küldeni nekünk a Régen jobb volt a hang, mint utána. Minek volt jobb a hangja? M Meddig volt? Mi után? Ha egyszer kipróbálnál egy Xiaomi Mi Notebook Pro-t, a kimaxolt versiót, akkor soha többet nem kellene más laptop. A probléma a következő kedves random gaming hun. Az olyan lenne, mint egy átlagos, erős Windowsos laptop? és továbbra is sokkal szarabb lenne számomra, mint egy MacBook. Arra nem is beszélve, hogy a Xiaomi Mi Notebook Pro egy kifejezetten bizniszorientált notebook volt, és az, nem a, az, nem a, gamer gépek, és valójában manapság az embereknek a nagy része inkább gamer laptopok felé kacsintat, főleg itt a csatornámon, szóval de tényleg ez is az nem, egy random gaming, mi a francia ajánlgatsz egy business laptopot? mit csinál? Patrick 747 írja az 50 000 forintos full HD laptop t bot T-Book R8-as videóban hogy Ó, és a tökéletes kínai laptop Jumper Easybook x 1 a df channel, hogy mennyibe kerül srácom ott a Google létsz, és nézben magadna. A mai utolsó kommentünk pedig egy egész komment oszlop, mivel a Jumper Easybook, ugye ez a, az nagyon jól emlékszem, 100 ezer forintba kerülő konvertálható minimalista laptop, zseniális volt egyébként, szerintem kifejezetten jóra sikerült ez a gép. A következő beszélgetés szülte maga alatt. Annyi jó benne, hogy érintőképernyős, azonban ajánlok egy másik kínai laptopot a figyelmetbe, a Xiaomi Notebook Pro 15,6-ot. És akkor nézzük meg a fantasztikus tulajdonságait a laptopnak. 8 magas i7-es proci, 16 giga RAM, 256 SSD, IPS kijelző. Suzukám. Suzukám. Még mielőtt tovább olvasunk. Egy 100 ezer forintos, érintőképernyős, vékony, ilyen kis ultrabookról beszélünk. Erre te felhozod, ebben a videóban már második emberként, a xiaomi a laptopját, ami ráadásul nem is kapható Magyarországon, nem itt a Jump EasyBook kapható lenne, de tehát, hogy ha már ilyen kategóriában nyúlkálsz, akkor miért nem, miért nem egy egy bármilyen másik gyártónak a laptopját mondod, ami kapható is Magyarországon. De, mint ahogy látható, az emberek is hasonlóan gondolkodnak, mint én, ugyanis uh, Jóska is azt írja, hogy ne hasonlítgass egy 320 dolláros jumpert egy négyszer annyiba kerülő mi Mire Levente visszavág az, hogy akkor mégsem tökéletes, és ezzel most jól megfogott, mivel a videónak az a címe, hogy a tökéletes kínai laptop. Pont, hogy Nyújnyi is írja, hogy ember, attól, hogy tökéletes, senki nem mondta, hogy minden árkategóriában az. Köszönöm szépen, srác. Levente ismét visszacsap, és ahogy láthatjuk, az egész kommentjének végére egy sírva nevetős emojit is rakott, innen tudjuk, hogy ő bizony fejben már megnyerte ezt a vitát. Azért csak, mert olcsó nem fog igényeimnek nem megfelelő vasat vásárolni. Emberek, aki vasnak hívja a pc t az nem mondok semmit. Tudnak a kínaiak és jó cuccot gyártani, de ez nem az. Olcsó szartól igazatok van, nem várhatunk csodákat. Srácom, annyira szomorú vagyok, hogy vannak emberek, akik tényleg ilyen, én kategória függetlenül tudnak csak gondolkodni, hogy én nekem van egy elképzelésem mondjuk autóról. Vagy egy nagyon gyönyörű szép AMG-s merci, amit kinéztem magamnak, és bármilyen másik autó, ami az alatt van, az egy kalapszar. Tehát még csak véletlenül sem lehet egy nagyon jó value autó, nem, olyan nincsen. Videóvágásról meg autókedről, ez a laptop hallani sem szeretne, még hogy tökéletes. Videóvágásról és autókedről. Ez egy 100 forint alatti laptop, tett tulok? Én, me én megőrülök. Hát milyen szerencsé, hogy ez az utolsó kommentünk a mai napra. Tehát hogy, ha nekem most még egyet be kéne olvasnom, lehet, hogy falnak szadnék. Leti, ez volt most egy ideig megint az utolsó? Nem. Hamarosan jön a következő rész. Azon van a mai napra tényleg ennyiek voltunk, szóval miben tetszett a videó? Egy hatalmas lájkot tessen rányomni, illetve iratkozzatok fel, ha még mindig ne, nem vagytok bár Valószínűleg ezt a videót csak azok látják, akik amúgy fel vannak iratkozva. A nem baj, egy biztonság elére elmondom. Tessék, feliratkozni. Ha -ha! Köszönjük szépen Balásnak a megtisztelő jelenlétét, most pedig következzék, következő házigazdánk! Ismét Balás! A következő epizódban maradjatok velünk!